Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket! Önök a Dombó Televízió híradóját látják február 5-én. Jelentős a szakember hiánya vasút szakmában. Együttműködik az utánpótlás képzésben a nagyvállalat és a dombóvári intézmény. Energiát spórolnak a jövőben, korszerűsítették a gimnázium épületét. A felnőtt kor kapujában szalagot kaptak a végzős diákok. 5 évre szóló együttműködési megállapodást írt alá a Szekszárdi Szakképzési Centrum, Apácai Csere János Szakgimnáziuma és a Rail Cargo Hungária. A vasúti járófuvarozással foglalkozó vállalat többek között közreműködik az intézményben zajló vasútszakmai képzések tananyagainak összeállításában, és helyet biztosít a diákok kötelező nyári gyakorlatához is. Az elmúlt tanévben már közösen képzett és vizsgáztatott kocsivizsgálókat az Apácai Csere János Szakgimnázium és a Rail Cargo Hungária. Az együttműködés akkor sikeres volt, ezért úgy döntöttek, hogy a közös munkát a jövőben is folytatják. Az intézményben zajló vasútszakmai képzési kínálatot az igényekhez igazítják, és kiszélesítik az oktatási tevékenységet. Az erről szóló együttműködési szerződést 5 éves időtartamra írták alá az iskola és a vasúti árufuvarozással foglalkozó vállalat vezetői. A vasúti szakma vagy vasúti logisztika az első hallása nem tűnik túlságosan vonzónak, nem a vasúti logisztikánál kapcsán gondolnak a fiatalok arra, hogy ez valami dinamikus, korszerű, modern dolog. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a szakmát megszerettessük, a fiatalokkal megismertessük. Ennek érdekében a vállalat közreműködik a különböző képzések szakmai anyagainak összeállításában, óraadó szakembereket biztosít az intézménynek, és a nyári kötelező gyakorlatukat a Rail Cargo Hungáriánál tölthetik a diákok, hangzott el a sajtótájékoztatón. A diákjainknak azért lesz jobb, mert olyan tudást, ismereteket fogunk számukra biztosítani, amit a munkaerőpiac, pontosabban a Rail Cargo elvár, a legmodernebb ismeretek, amiket elvár. A diákoknak pedig azért lesz nagyon jó ebből a szempontból, mert biztos elhelyezkedési eséllyel rendelkeznek, hogyha mondjuk a Rail Cargo állást kínál számukra. A vállalat is harcol ugyanis az elmúlt években tapasztalható munkaerőhiánnyal. Állandóan szükségünk van ugye mozdonyvezetőkre, és a mozdonyvezetőket követően a kocsivizsgáló állomány az, aminek a feltöltése állandóan problémát okoz, tehát ezekben a két kulcsmunkakörben minden évben magunknak is kell tanfolyamokat indítani, tehát csak így lehet megoldani a munkaerőknek a pótlását munkaerőpiacról, ezeket egyszerűen nem lehet beszerezni. A képzésben résztvevő diákok is üdvözlik a kezdeményezést. Vasútforgalmi szolgáltatónak tanulok jelen pillanatban. Egy ismerősöm által választottam ezt a szakot, nagyon sok jót hallottam róla, és ez volt a következménye annak, hogy ezt választottam. Soha nem volt célom az, hogy én a vasútnál dolgozzak, de most viszont úgy gondolom, hogy nagy pálya van előttem. A Rail Cargo Hungáriánál abban reménykednek, hogy az együttműködés meghozza a gyümölcsét, és fiatal, lelkes szakemberekkel tudják feltölteni a megüresedett állományt. Elkészült az I. és Gyula gimnázium épületének energetikai korszerűsítése. A beruházás nagy része európai uniós pályázati támogatásból valósult meg. Már messziről feltűnik az I. és Gyula gimnázium impozáns épülete. Az oktatási intézmény külső falai az energetikai korszerűsítés részeként hőszigetelő vakolatot és új szint kaptak. A nyílászárokat is korszerűsítették, igaz, az épület védett jellege miatt csak a belső oldali ablakokat cserélhették ki műanyagra, a külső fa nyílászárókat lecsiszolták és lefestették. A teljes födémnek a szigetelése megtörtént, napelemek kerültek fel az épületre, radiátorok lettek cserélve, világítás korszerűbb lett és költséghatékonyabb.
mintegy 150 millió forint értékű az Európai Uniós támogatás, és ehhez kb. 15 millió forint saját erőt kellett a képviselőtestületnek hozzárakni. A fenntartó Tamási Tankerületi Központ is további forrásokkal járult hozzá a beruházáshoz. Az építkezés során derült ki, hogy az épületnek a födémszerkezete az utóbbi időszakban meggyengült, mivel azonban ez úgynevezett felújítási kategóriába tartozik, ezért erre a KLIK adott forrást több 10 millió forint összegben. A korszerűsítéstől azt remélik, hogy az épület fenntartása a jövőben jóval költséghatékonyabb lesz. Közel 100 diák ballag el idén a Szekszárdi Szakképzési Centrum Apácai Csere János szakgimnáziumából. Az intézmény szalagtűző ünnepségén a 11. évfolyamos tanulók zenés-táncos műsorral köszöntötték végzős társaikat a belvárosi iskola aulájában. Jó napot kívánok! Jó napot! Gyerekek, örömhírem van, ma helyettesítenem is bennállat, hogy rögtön kihasználtuk az alkalmat dolgozatírásra. De tanárő nem is jelentette be? Nem jelentettem be? Nem jelentettem be. És ha bejelentettem volna, akkor készültök? Igen. Nem. Az intézmény falai között lezajlott tanórák hangulatát és az iskolában megélt pillanatokat, érzéseket idézték fel ünnepi műsorukban végzős társaiknak az Apácai Csere János szakgimnázium 11. évfolyamos tanulói. Most élsz, most örülj, hogy szép anyád, most örülj, és a két karjába zár. Most élsz, most örülj, hogy szép anyád, most örülj, hogy van kivár, és a két karjába zár. A műsort követően a végzős diákok tanáraik kíséretében vonultak a közönség elé, majd egyenként feltűzték zakójukra a szalagot, amely egyben azt is jelenti, hogy a gondtalan diákévek elmúltak, a felnőtt kor kapujában felelősségteljes döntéseket kell hozniuk. 4 osztály, közel 100 diákja búcsúzik idén az intézménytől. A szalagtűző ceremónia után a végzősök produkciójával zárult az ünnepség. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Eszterházi Miklós szakképző iskolájában is megtartották a szalagavató ünnepséget. Az intézmény vezetősége egy ismert meglepetés vendéget is hívott a rendezvényre. Élő zenére vonultak be a végzős diákok és osztályfőnökeik az intézmény sportcsarnokába. Idén összesen 124-en ballagnak el az iskolából. A végzősök nevében Ignác Kornél búcsúzott tanáraiktól és diáktársaiktól. Ünnepélyes alkalom ez a mai. Ma minden rólunk szól. Miattunk vannak itt szüleink, rokonaink, barátaink, tanáraink. Nekünk szól a színpadon a zene, nekünk égnek a fények. A szallagtűző a helyi sok rendezvények közül az egyik legkedvesebb és legmeghatóbb alkalom. Bükösdi Olga tagintézmény vezető megköszönte a diákoknak az együtt töltött éveket. A szalagavatós műsorunk tanárok, diákok együtt töltött éveinek eszenciája. Megmutat rólunk, belőlünk sok mindent. Az elmúlt 3, illetve 5 évet. A sok együtt töltött közös órák, napok, hónapok, örömteit és keserveit, kérdéseit, válaszait egyaránt. Előbb az iskola vezetőségét tüntették ki a szalagokkal, köztük a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóját, Óber Frank Pált, akit az elmúlt hónapok közös munkája gyümölcseként a Hemi tiszteletbeli tanárává avatták. Majd az osztályfőnökök következtek, ők tűzték fel végzős diákjaikra nagybetűs élet küszöbét jelképező szalagokat. Az iskola pedagógusai meglepetés vendéget is hívtak az ünnepségre. Zalatnai Sarolta énekesnő retrós lágerekkel korbácsolta fel az amúgy is felfokozott hangulatot a Hemi Band kíséretében.
Szervusztok, régi barátok, szükségem lenne ma rátok. Mondjátok el, hogy az élet szép, és hogy a vége a dalnak, bölcs ember nem megy a falnak, bár itt bent mardos a bánat rég. Óber Frank Pál saját gondolataival engedte útjára a végzősöket. Az a jó, ha az ember nem csak azt tanulja meg az iskolában, amit az iskola elvár tőlük, hanem megtanulja a szavak fűszerével ízesíteni a nyelvet, mert akármit mondanak is mások, a szavak ereje képes megváltoztatni ezt a világot. Az ünnepség végén minden végzős osztály előadta saját szalagavató táncát kreatív és változatos módon. Idén is igényelhetnek ingyenes vízgyűjtő tartályokat az önkormányzattól a családi házas övezetben lakó ingatlan tulajdonosok. 2018-ban közel 150 egyköbméteres tárolót osztott ki az önkormányzat azoknak, akik megfeleltek a feltételeknek. 2019-ben is folytatódik az önkormányzat korábban elkezdett programja, amelyben ingyen biztosítanak egy köbméteres vízgyűjtő tartályokat a kérelemre jogosultaknak. A városvezetés ezzel annak a helyi rendeletnek a betartásához nyújt segítséget, amely szerint a családi házas övezetekben a lehullott csapadékot nem lehet a közterületekre kivezetni. Emellett az önkormányzat arra ösztönzi a családi házas ingatlan tulajdonosokat, hogy érdemes felfogni a csapadékvizet, a szeszélyes időjárás miatt ugyanis előfordul, hogy hónapokon keresztül nem kap esőt a föld. Az idei első tartályokat már elkezdték kiosztani a kérelmezők között. Össze tudjuk gyűjteni az esővizet és felhasználni a kiskertekben. Sokra tartom azt, hogy minél kevesebb ökonomiai lábnyomot hagyjak magam után, ezért ezt is fel akarom használni, és nagyon jó ötletnek tartom. Gersner Nándor már évek óta gazdálkodik a lehulló csapadékkal. 100 literes műanyag hordókba, és utána egy 4-5 éve vettem én is egy tartályt, elég drágán, és abba fogom föl, most már kezd tönkre menni. Aki felfogja és felhasználja az esővizet, egyúttal a közterületet is védi. Az utcára kivezetett csapadék ugyanis rongálja a burkolatot. Ezért kezdtünk bele abba az akcióba, hogy aki megfelel a feltételeknek, annak a számára 1000 literes tartályt biztosítunk, illetve most tavasszal pedig fölpörgetjük azt a programot, hogy minél többen építsék át a csatorna hálózatukat, illetve aki mégis az utcai vízvezetőbe viszi a csapadékát, az, ha felbontja a járdát, akkor az ezzel kapcsolatos költségeket biztosítani fogjuk. 2018-ban már közel 150 vízgyűjtő tartályt osztottak ki. Újabb felújítási munkálatok zajlanak a Helytörténeti Múzeumban. A dr. Szőke Sándor terem és a közkincs szoba újul meg. A beruházás január közepén kezdődött. 2017-ben kezdődött el a dombovári helytörténeti gyűjtemény modernizációja. Azóta több lépcsőben valósulnak meg az egyes fejlesztések. Idén is sikerült a Kubinyi Ágoston program támogatásával megvalósulni a következő fejlesztésünknek. Ugye az Ágoston program, illetve a városnak a segítségével folytatódnak a múzeumban az újabb építkezések, fejlesztések. Január közepétől a dr. Szőke Sándor terem és a közkincs szoba felújítási munkálatai zajlanak. A világítás megújul, és illetve modernebb arculatot is kap a két terem, illetve két vitrin is elkészül, amelyek falba építettek, illetve magának a padlónak a lambériázása, illetve az ablakcserék is megvalósulnak. A felújítás február végéig tart. A hivatalos átadásra áprilisban a Városhete programsorozat részeként kerül sor. Gróf Aponyi Sándor emlékére készült kiállítása várják majd a kultúra iránt érdeklődőket. Thank you.
Az MB2-es férfi kosárlabda bajnokság nyugati csoportjának 14. fordulójában február 1-én Moson-Magyaróvárra látogatott a dombóvári KKE gárdája, amely szerette volna tovább nyújtani a 8 meccses győzelmi sorozatát és újabb diadalával megőrizni a tabellán elfoglalt második helyét. Szőke Balázs edző tanítványai kezdésként rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, és ennek köszönhetően az első negyed végére 19-15-ös előnyt szereztek. A rövid pihenőt követően azonban érthetetlenül leblokkoltak a dombovári fiúk, akik szellősen védekeztek és erőtlenül, ötlettelenül támadtak. Ezt a megingást a lelkesen küzdő hazaiak nagyszerűen használták ki, és 25-9-re húzták be a második játékrészt, így a félidőben ők vezettek 40-28-ra. A szünetben az öltözőben próbálta feltüzelni a látogatókat trénerük, ami azt eredményezte, hogy megkezdték a felzárkózást a harmadik etapban. Ez nem sikerült viharosra, ugyanis csupán 4 pontot sikerült az eddigi összeszedett 12 egységnyi hátrányból ledolgoznia a DKK legénységének a 30. perc végére. A remény ennek ellenére felcsillant a vendégek számára, ám a zárófelvonásban ismét feltámadtak a házigazdák, akik okosan kosárlabdázva lassították riválisaik lendületét, és kíméletlenül kihasználták azok hibáit. A Moson-Magyaróvári egyetemisták végül 68-59-re bizonyultak jobbnak, megújulásra képtelen ellenfelüknél, mely váratlan vereséget szenvedve utazott haza. Február 1-én pénteken rendezték meg a Buzánszky Jenő ifjúsági emlékkupát a József Attila általános iskola tornatermében. Az I.S. Gyula gimnázium és a dombovári fociklub játékosai ezzel az összecsapással emlékeztek meg az új dombovári születésű legendás hátvédről. Mint mindig, így idén is a Buzánszky Jenő ifjúsági emlékkupáért az I.S. Gyula gimnázium és a dombovári fociklub játékosai csaptak össze a József Attila általános iskolában. A tornát már 6. alkalommal szervezte meg Berki Zsolt, az apropó pedig személyes jellegű volt. 6 évvel ezelőtt abból az alkalomból kezdtük el ezt a kis tornát. Az én ötletem volt egyébként, hogy a nagyapámmal, a nagypapámmal együtt futballozott Buzánszky Jenő, az aranycsapatnak a tagja, aki Újdombovár szülötte. És ebből az alkalomból, hogy legyen egy ilyen emlék kis mérkőzés, illetve a gyerekeknek pedig áprilisban van minden évben, akkor pedig a kisebb korosztálynak van, a harmadikosok, negyedikesek részére egy torna. Már hagyomány az is, hogy a meccset meglátogatja egy híresebb személy is, aki a labdarúgáshoz kötődik. Idén a mérkőzés vendége Zámbó István, az Újpest FC csapatának kommunikációs vezetője volt. Ő dombovári születésű, itt tanult a gimnáziumban is, majd Budapestre került, és lett az Újpest kommunikációjáért felelős vezetője. Dombovárt mindig is szerettem, és szerintem szeretni is fogom, egy békés kisváros, úgy gondolom, főleg a pesti nyüzsgés után. Még 2016. március 8-án kerültem, akkor volt a nagy tűzkeresztség Újpesten, egy Tiszaújváros elleni magyar kupa, a 8-ad döntő visszavágó, ha jól emlékszem, idegenben. Az volt az első fellépésem a lilafehéreknél, akkor ismertem meg Nebojs Sevinjevicset, ugye akkor még Balajca Szabolcs volt az Újpest csapatkapitány, ott volt már Ritauszki Róbert és sok nagy játékos. Akkor, mint tolmács kerültem oda, és így hát végigjártam a ranglétrát, voltam kommunikációs munkatárs, ugye a tolmácsolás mellett fordítottam a honlapot angolra, majd pedig tavaly jött a nagy áttörés, amikor augusztus 2-án a Sevilla elleni Európa Liga második selejtezők körös mérkőzése, már én voltam a sajtófőnök otthon a Megyeri úton, ez óriási nagy tapasztalat és élmény volt. A Buzánszky Jenő emlékmérkőzés végeredménye 3-3 lett, így a Vándor kupa maradt a tavalyi győztesnél a gimiseknél. A folytatásra pedig április 5-én kerül sor, ahol a kisiskolások emlékeznek meg egy emléktornán az aranycsapat egykori labdarúgójáról. Programajánlóval folytatjuk. Városi farsangi mulatságra várják a gyerekeket február 10-én, vasárnap délután. 14 óra 30 perctől kézműves foglalkozás kezdődik a Földi István könyvtárban, 15 órától zenés felvonulás indul a Zenebohóccal és a Dombovári Zenész Egyesület muzsikusaival. 15 óra 30 perctől pedig az Iszkiri zenekar szórakoztatja a résztvevőket a Tinódi ház aulájában. A szervezők farsangi fánkkal várják az érdeklődőket. Érzelmi egészség a párkapcsolatban címmel tart előadást dr. Mihalec Gábor, pár és családterapeuta február 12-én este 18 órától a Tinódi házban.
A programot a házasság hete alkalmából szervezik. Valentin napi élménykoncertet ad a budapesti Voice Drops a Capella együttes február 13-án 18 órától a Tinódi Ház Majoros galériájában. A zenekar 5 énekese ismert és vadonatúj dallamokkal készül a közönségnek, a könnyű zene műfajától kezdve a jazz és a pop stílus jegyein keresztül. További híreinket a Dombó TV és a 7200 Facebook oldalán, valamint a dombomedia.hu weboldalon tekinthetik meg. Most nézzük meg még egyszer röviden híradónk tartalmát. Jelentős a szakember hiánya vasút szakmában. Együttműködik az utánpótlás képzésben a nagyvállalat és a dombóvári intézmény. Energiát spórolnak a jövőben, korszerűsítették a gimnázium épületét. A felnőtt kor kapujában szalagot kaptak a végzős diákok. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, ennyi fért híradónk mai adásába, várom önöket legközelebb is, viszontlátásra!